Sziasztok, üdvőre a csatornámon! A mai videó, amit látjátok új háttérrel, végre a házunkban, a hálószobánkban fog elkészülni. Kissé puritán még itt a háttér, oda majd egyébként fog kerülni egy szép nagy ilyen arany, kék, barna színárnyalatú kép, egy vászonkép. És hát nyilván lesz majd még éjjeli szekrény, ott is, meg nem az ablakban lesznek a hajkeféim, meg ilyenek, de szerintem egyelőre megteszi. A mai videóban ékszereket fogok szelektálni, ugyanis amióta átköltöztünk, azóta még nem volt időm, és ugye a költözés során össze-vissza gabajodtak az ékszerek, meg szétpotyogtak, főbevalók különböző helyekre kerültek, úgyhogy a mai videóban szelektálni fogok, megmutogatom nektek, hogy milyen ékszereim vannak, bizsuk, és szerintem ki is fogok dobálni párat, mert nagyon sok van, ami már nagyon régi, és már így korrodálódott, szóval már nem nagyon hordanám. Gyorsan szerintem fel is veszem a gyűrűimet, amit egyébként most elfelejtettem. A karika gyűrűm és az eljegyzési gyűrűm, amit hát most egy mutató ujjamra fogok tenni, és ahhoz van egy ilyen kísérő gyűrű, ami ugyanolyan egyébként, mint a karika gyűrűm, az pedig ide. Na. Szóval, akkor kezdjük is el, nem lesz kis meló. Az évek során nagyon sok ékszert felhalmoztam, bizsút. Én eléggé bizsumániás voltam, szóval imádtam a jó, nagy, harsány bizsukat. Most az elmúlt években egy kicsit leszoktam erről, és leginkább csak arany és ezüst ékszereket hordok, sőt, szinte csak aranyat. Illetve ez, amit a nyakamban látok, ez egy porcelánból és orvosi fémből álló nyaklánc. Ez a Zema porcelán, ezt nagyon szeretem, mert olyan látványos is, de egy kicsit visszafogott, szóval most ez, na mindegy. Szóval, vágjunk is bele. Pfú, azt hiszem a fülbevalókkal kezdem, de nem lesz kis meló. Itt, amit látjátok, van egy ilyen szép nagy doboz, ezek azok, amik kiömlöttek a költözés során, és szét kell válogatni, de szerintem inkább menjünk innen sorba. Arra gondoltam, hogy elsőként ide készítettem egy fémtálcát, egy ilyen fémtálcát, és akkor ezekre szépen egymás mellé sorba rakom, és utána nekem van egy ilyen nagyon jól kinéző ékszertartóm, amire ugye ide bálfát kell belerakni, és fel lehet akasztani szekrénybe, illetve itt a másik részén ugye ide lehet akasztani nyakláncokat, majd ezekbe belerendezem, de szerintem az már nem lesz benne a videóban, mert véletlenül így is hosszú lesz. Szóval kezdjük el. Az első fülbevaló az egy ilyen kis színes, türkizes, én nem is tudom, hogy ez milyen anyag, de nekem műanyagnak tűnik. Nem hiszem, hogy fogom valaha hordani, vagy felvenni, de semmi baja nincs, úgyhogy ezt félretesszük. A következő karika, ilyen picit bordázott arany színű, de nyilván nem arany. Hát nincs túl jó állapotban egyébként, de egyelőre félretesszük ezt is, mert nincs baja. Akkor van itt nekünk ilyen szintén arany színű bizsú, de valahogy úgy érzem, hogy ő ki lesz szortírozva, mert már eléggé kezd korrodálódni. Minden esetre most ezt is félreteszem, aztán lehet, hogy kuka lesz belőle. A következő az egy ilyen rózsaszín bizsú, aminek nagy erőkkel keresem a párját, de nincs meg, úgyhogy ezt most egyelőre félreteszem. Van nekünk egy ilyen csodálatosan szép karkötő, ami biztos, hogy kuka, megy a földre. Akkor van egy régi parfois órám, ami egyébként nem néz ki rosszul, és hát nincs baja, maximum ilyen felületi karcok vannak benne, meg op, most látom, hogy így elengedett benne pár, pár dolog, úgyhogy valószínűleg ez is kuka. Fülbevaló, fülbevaló, keressük a párját, de nem találjuk. Róla van szó, fordítva, igen. Fülbevaló, ez nem néz ki rosszul szerintem, bár azért már ezen is látszik, hogy nem mai darab.
Egyelőre ezt is félreteszem, mert nincs meg a párja. Akkor van itt nekünk egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő, hát ilyen ezüst színű, ez megy a kukába. Mi van még itt? Hát szintén egy ilyen 1000 éves, szerintem még, nem is tudom honnan rendeltem ezt, talán AliExpressről rendelt karkötő, kuka. Nice! Egy nagyon régi fülbevaló, amihez volt nyaklánc is, de szerintem még anyukámtól kaptam. Kuka. Bocsánja. Jó, van nekünk szintén ennyi szólva korrodálódott aranyszínű fülbevaló. Nem hiszem, hogy valaha fel fogom menni ismét, úgyhogy kuka. Miközben összegyűjtöttem pár olyat, ami egy karkötő, ilyen darabok. Ja. Oké. Akkor van nekünk itt egy karkötő, ami egyébként van egy nyaklánc is. Ők. Nice! Hát ezt sem hiszem, hogy valaha fel fogom venni, de ennek nincsen semmi baja. Szóval ezt félretesszük. Szintén egy nyaklánc, ami egyébként képzeljétek el, egy öv része volt, és én kicsit itt átfabrikáltam is egy nyakláncet belőle, ne kérdezzétek, hogy hogyan. Hát egyelőre félreteszem, de nem hiszem, hogy valaha fel fogom menni. Volt nekem egy ilyen karkötőm, ami tudjátok, ilyen sok karikából áll. Hát ennek annyi a baja, hogy már nagyon lekopott róla a festék, és ez annó aranyszínű volt, most meg már inkább ezüst színű. Nem nagyon tudom, mit kezdjek vele, gondolkodom, hogy hogyan lehetne ezt felhasználni, de nem jut eszembe semmi jó. Kuka. No, találtam közben egy karkötőt, kicsit ez is korrodálódott. Kuka. Van nekem egy régi telivej, vagy nem tudom milyen órám, amit hordtam egy darabig, de ugye most már jó pár éve Apple Watch-on van, és csak ezt hordom. Most rendeltem hozzá egy új szíjat, egy ilyen picit elegánsabbat, úgyhogy szerintem ő is kuka. Itt van ez a szép karkötő, szerintem már ne is beszéljünk, kuka. Másik nagyon szép karkötő, nem tudom, félreteszem, de kétlem, hogy bármikor fel fogom menni a jövőben. Jó, szintén karkötő, tök jó lenne, csak nagy a karomra, ezt ajándékba kaptam. Egyébként azt hiszem, hogy ez egy mangó karkötő. Olyan gladiátoros egy kicsit. Helyelőre megy félre, de lehet, hogy kuka lesz. Oké, van egy ilyen elég nagy, fekete fülbevaló, aminek itt van egyből a párja. Ő azért elég ütős, őt nem dobom ki, mert ő tetszik. Egyébként egy picit nagy a súlya, úgyhogy szerintem azért nem hordtam én ezt túl sokat, mert húzta a fülemet. Elég erős. Na mindegy, őt félretesszük. Egy ilyen rózsaszín. Kuka. 1000 éves, korrodálódott pici óra, megy a kukába. Ilyen kis leveles, csörgős. Egyelőre félretesszük. Lehet, hogy még valaha fel fogom venni. Hagyó fülbevaló. Így néz ki. Életeszemben nincs baja, de... Értitek? Egy ilyen hosszú, ezüstös darab, és jó állapotban van, úgyhogy ő még lesz rajtam. Közben találtam még egy párt. Így néz ki. Őt félretesszük, mert ő jól néz ki. Barna, és nincs meg a párja. Egyelőre nincs, úgyhogy ő is megy oldalra. Na hát szerintem ez nem rossz, úgyhogy őt megtartjuk. Egy csoker, ami szerintem kb. Soha nem volt rajtam, de félretesszük, mert nincs baja. Még egy csoker, ez egy kicsit vadorzóbb. Nem rossz, ezt is félretesszük. Egyébként nem is értem, miért nem hordok több bizsút, ezek szépek. Szintén egy csokker, így. Tehát egyébként nem néz ki szerintem rosszul, csak nincs meg a csatja. Te mész a sülyeztőbe. Van egy ilyen szép nagy rózsaszín fülbevalóm, amit most jól kidobok. Jó,
karkötő. Ez én szerintem nagyon szép mintájú karkötő. Szép a színe is, ez a parvizsán szín, de hogy fel fogom-e valaha venni még, tényleg teszem, már nincs baja, de nem hiszem, hogy valaha fogom még viselni. Egy újabb csoker, egy ilyen egészen gótikus, vagy nem is tudom milyen stílus ez. Hát azért ez nem én vagyok, azt gondolom, látjátok. De nincs baja, szóval lehet, hogy majd Sophie-nak odaadom játéknak. Na hát alakulunk, alakulunk. Van itt még megint egy pár ilyen fülbevaló. Ezek különböző színek egyébként. Ugye volt már kettő, amit találtam. Tehát itt egy egész sok van. Még valahol egyébként van egy, mert ez itt 2, 4, 5 darab, de mindegy, ezt így... Igen, mert van aranyszínű, van ilyen ezüstös, meg van ez a rose gold szín. És... emiatt vannak sokan. Ő volt rajtam jó pár szor, itt ajándékba kaptam, talán a húgomtól. És ez egy olyan fülbevaló, amit szerettem hordani, mert azért mutatós volt, de nem túl sok. És szerintem jó állapotban van ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon régi. Mindegy, félreteszem, mert nincs baja. Jó. Ez megy a kukába, és közben megtaláltam az utolsó darabot ebből a fajtából, ez kuka, ez megy félre. Ez egy nagyon régi fehér fülbevaló, ez is megy a kukába. Van egy ilyen nagyon régi övem, lehet, hogy azt kellene, hogy erről levenni a csatot és rárakni arra a piros csokkerre. Ez megint olyan, amit nem hiszem, hogy valaha fel fogok venni. Egyelőre félreteszem, de nem hiszem, hogy fel fogom használni. Szintén fekete 1000 éves fülbevaló megy a kukába. Fekete pávatól kicsit megszaggatva megy a kukába. Tehát ez így van a füleden rajta. Hogy így több rész lelóg róla, de nem tudom, hol a párja. Majd, ha megtalálom, megmutatom. Akkor van egy ilyenem, ami szintén egy kissé korrodálódott. Szóval lehet, hogy megy ez is a szemetesbe, majd mindjárt megnézem, milyen állapotban van a párja. És van egy ilyen kis picike karikám, aminek nincs baja, szóval ez nem megy a kukába. Van itt nekünk egy piros, ami szintén cuki, szerintem ezt megtartom. És van egy ilyen aranyszínű, ez ilyen szőt egyébként, de ez is 1000 éves, szóval ezt kidobom. Na, van itt nekünk egy színes álom. Ez egy ilyen jó csörgős darab, kuka. Van egy ilyen nyakláncom, amit nagyon szerettem, mert szerintem tök jól néz ki. Ilyen, kicsit össze van gabajodva. Volt rajtam többször is, egyébként nincsen semmi baja, úgy látom. Úgyhogy szerintem őt félreteszem, mert ő szép, és ő tetszik. Van egy ilyen nyaklánc, ez ő kuka. Azt tudni, közben megtaláltam a másik párját, a kis gyöngyösnek, azt félretesszük. Ezt ajándékba kaptam egyébként anyósomtól, de nem hordok ilyet egyáltalán, úgyhogy kuka. Egy fa karkötő, ez egyébként ennek vannak még tartozékai, tehát ez nem csak egy darab volt, hanem több fából álló karkötő, sokszínű, de nem hordok ilyet, szóval kuka. Egy gyűrű, na ez mondjuk elég erős, ez fordítva, így. Ez egy ilyen gyűrű, ezzel szerintem elmehetnék valami skifibe. Kuka. Itt van nekünk egy eltört nyaklánc, szintén összekapolyodva az előzővel. Jó, ez egy hosszabb, mert ról lesz, úgy érzem. Oh, ezt egy kicsit félretesszük. Szintén egy nagyon szép nyaklánc. Úgy érzem, hogy ez is megy a szemetesbe. Kuka. Egy csodás barna darab. Kuka. Még egy ilyen aranyszínű. Kuka. Rózsaszín. Rózsaszín. Ezt szerettem, és ennek itt a párja. Kicsit mondjuk megviselt állapotban van, de szerintem ezt még lehet, hogy fel fogom menni, mert ez... Szerintem ez nem csúnya. Közben gondolkodom még ezeken, hogy ezeket megtartsom, mert lehet, hogy csak az ezüstöt tartom meg, mert hát mondjuk az is el van zöldülve.
Na jó, ők is kuka, úgy döntöttem. Szóljuk ki. Jó, van itt nekünk egy fekete, amit egyébként nem olyan régen kaptam, de nem tudnám megmondani, hogy kitől, talán egy barátnőmtől. Ő így néz ki, tehát az egyik oldal arany, a másik fekete. Nem csinál semmi baj, lehet, hogy fel fogom menni, úgyhogy őt félretesszük. Van itt nekünk egy nyaklánc, amit gyerekkoromban sokat viseltem. Ilyen nyaklánc, ami ugye így néz ki. És volt rajtam jó párszor, és egyébként semmi baja nincs, szóval őt félretesszük. Hát én nem vagyok az a nagyon pávatollas típus, de lehet, hogy egyszer kedvet kapok hozzá, és ennek nincs baja, úgyhogy félreteszem. Van itt nekünk egy szintén 1000 éves fübevaló, már széljel van kopva, úgyhogy kuka lesz. Egy zöld színű bizsú kuka. Egy szintén nagyon régi nyaklánc. Egyelőre félreteszem, még nem döntöttem a sorsa felett. Van egy ilyenünk. Ez szerintem szép, ezt megtartom, csak nem tudom, hogy hol a párja, úgyhogy félretesszük. Egy nagyon régi ilyen fülbevaló, nagyon meg van kopva, úgyhogy szemét. Megtaláltam a párját ennek a lilának, ami annó nagyon tetszett, de most már kizárt, hogy felvenném, úgyhogy kuka. Van ilyenem. Ez is megy a szemetesbe. Van itt nekünk egy ilyen levél, ami ilyen. Ennek nincs baja, úgyhogy ezt félreteszem, mert nem tudom, hogy hol a párja. Van egy ilyenünk, ami igazából nem tudom, hogy micsoda. Ezt nem tudom mi, ezt félreteszem. Ehhez nem fűznék hozzá semmit. Kóka. Mit gondoltok? Nem hiszem, hogy valaha fogom még ezt viselni magamban bárhol, ugyanúgy, mint ahogy ezt sem. Közben megtaláltam egy párt, ami szintén megy a szemetesbe, róla van szó, nagyon erősen el van korrodálódva, meg büdös is, meg ilyen fura színe van, úgyhogy szemét. Ennek nincs baja, és egyébként szerintem szép ez a fülbevaló. Úgyhogy neki megvan a párja is, úgyhogy őt félreteszem. Ez egy szemét közben, mert ez is nagyon-nagyon régi. Ez szerintem egy karkötő volt, talán. De azért elég érdekes. Hát lehet, hogy majd valami ezt felhasználom. Nem tudom, valami dekorációhoz, mert egyébként semmi baja nincsen. Nincs korodalba egyáltalán, de nem nagyon hordok ilyen karkötőt, szóval azért ez kicsit hastáncos. De nincs baja. Félretesszük. Jó. Van itt nekünk egy ilyen csodás gyűrű. Kuka. Még egy csodás gyűrű. Egyébként ennek hát, de ez is le van kapva, úgyhogy kuka. A harmadik igen csodás gyűrű. Kuka. A negyedik erős darab. Kuka. Közben megtaláltam egyet, amit szerettem, de nem tudom, hol a párja, úgyhogy ezt még keressük. Van itt nekünk egy nem túl izgalmas ezüst színű darab. Hát ezt félreteszem, de nem hiszem, hogy valaha fel fogom menni. Van itt nekünk egy szintén nem túl izgalmas krém színű darab. Nem tudom, egyelőre félretesszük. Oké, ő megy a szemetesbe, mert most esett szét. Oh my God! Közben itt a másik darabja ennek a kis csodának. Itt van a levélnek a másik fele, aminek nincs baja, úgyhogy ez marad. Közben megtaláltam a párját ennek az érdekes darabnak, úgyhogy szerintem őt is megtartom, mert nincs baja, és szerintem érdekes. De közben úgy döntöttem, hogy ezt mégiscsak kiszólom. Kuka. Ő is szemét lett, úgyhogy őt is megtartjuk. És itt van a másik fele annak a bordónak,
Ami nem sokat volt rajtam, és hát nem tudom, hogy valaha lesz-e még, de alapvetően nincs vele baj, úgyhogy megtartjuk. Van itt nekünk két ilyen lilás, ami megy a sülyeztőbe, és itt van a piros is, ami szintén megy a sülyeztőbe. Van nekünk egy ilyen fekete karikánk, ami volt rajtam egy párszor, de őszintén szólva annyira nem az én stílusom. Kicsit erős darab nekem, pláne hogy ilyen sötét a színe, úgyhogy én ezt kikukázom. Megvan a kis piros, ezt megtartom, mert ez szerintem cuki. Ez ugye így néz ki, tehát ez így egy karkötő. Ulala! Ezt félretesszük, mert ez szép. Barna fülbevaló megy a kukába. Ezt egyébként ez iszonylag sokat volt rajtam, de most már nem nagyon hordok ilyet. És itt van a fülbevalója annak a nyakláncnak, amit láthattatok előbb. Tehát ez egy ilyen szett volt, de ez már elég csúnyán el van korrodálódva, úgyhogy ezt kidobom. Van nekünk két ilyen kis picike fülbevalónk, de megy a kukába. És vannak még itt fülbevalók, például van ez, de lehet, hogy ez megy a kukába. Bármennyire is jól néz ki, büdös. Ezért megy a kukába. Közben megtaláltam ezt az ezüstöset, ami szerintem egy nagyon szép darab, úgyhogy őt nem dobom ki. Közben megtaláltam a kéknek a párját, ami itt van. Ezt is nem olyan régen kaptam, nem annyira hordok már ilyesmit, de ezt nem dobom ki, mert ez iszonylag új és nincs baja. Aminek nem találtam meg a párját, például ez, szerintem megy a szemetesbe már. Nem. Akkor ugye ezt úgy döntöttem, hogy ezt egyelőre nem dobom ki. Van itt nekünk egy ilyen zöld, amit szerintem valami estély ruhához vettem. Volt egy ilyen zöld estély ruhám. Nem dobom ki, mert ennek nincs baja. Ez is megvan, ez a kis karika, ezt se dobom ki, mert ennek sincs baja. És itt van ez nagyon csúnyán el van korrodálódva, úgyhogy ez megy a kukába. Ő is megy a kukába. Ez nem tudom mi, de megy a kukába. Kicsit begyorsítottam. Na, ezt most megpróbálom szétszedni, de vannak félelmeim, hogy nem sikerül. Aha, na ez egy szép nyaklánc, ezt nem dobom ki, mert ennek nincsen semmi baja. És jó állapotban van. Ide félretesszük. Akkor van itt egy ilyen kicsit masszívabb darab, ami elég rossz állapotban van, úgyhogy megy a szemetesbe. Van egy ilyen, amit barátnőmtől kaptam, talán esküvőm napján. Hát nincs baja, de nekem mostanra már egy kicsit sok. De egyelőre nem dobom ki, mert nincs baja. Ez Gergő hozta nekem Milánóból talán ezt a bizsut, ami össze-vissza tekeredett már, szóval nincs tökéletes állapotban, de szerintem még hordható, és mivel tőle kaptam ajándékba, ezért ezt most nem dobom ki, csak kicsit szerintem itt átfordult többször, szóval lehet, hogy ezt kicsit meg kell még operálni, hogy ez működjön, de ezt nem dobom ki, mert ez szép. És hát itt van ez az összegabajodott, sőt ez igazából kettő van összegabajodva, és hogy ezt hogy szedem szét, azt még nem tudom, de az már ebben a videóban nem fog szerepelni. És vannak még itt nyakláncok, közben úgy döntöttem, hogy ezt kidobom. Ezt is kidobom. Egyelőre így néz ki a válogatásunk. Majd szépen mindent berakok abba a kis tartókámba. Nyakláncok. Na, hát kezdjük el velem egy karkötővel, ami megy a szemetesbe. Na, első nyaklánc. Ez egy nagyon szép nyaklánc, legalábbis nekem nagyon tetszik. Annyi problémám van vele, hogy borzasztóan el van korrodálódva. Majd utána olvasok, hogy meg lehet-e ezt tisztítani valahogy, mert egyébként nem szívesen dobnám ki, mert szerintem tök szép. Úgyhogy egyelőre ezt félreteszem. Akkor van egy nyaklánc, amit talán H&M-ben vettem 1000 évvel ezelőtt, és bulikba sokat hordtam. Már amennyit bulisztam, szerintem ez is nagyon szép, úgyhogy ezt se dobjuk ki. Szintén zenész. Így egész jól néz ki, de a hátulja elég borzalmas.
Szóval ezzel most megint az a szitu, hogy ha egy kicsit meg tudom takarítani valahogy valamilyen módon, akkor megtartom, de ha nem, akkor megy a szemetesbe. Ezt ajándékba kaptam egy barátnőmtől. Szép nyaklánc, csak nekem egy kicsit túl masszív, tehát én ugye elég vékony alkat vagyok. Nem feltétlenül az én stílusom, de szép ez a nyaklánc, úgyhogy ezt biztos, hogy nem tudom ki. Lehet, hogy neki ajándékozom anyukámnak. Őt nem tudom, hogy jól néz ki ez a nyaklánc. És hogy valaha fel fogom-e még venni, nincsen semmi baj, szóval nem dobom ki. Ezen volt egy kereszt, ezt előbb mutattam, de ezt kiroptuk, úgyhogy ez is megy a kukába. Ezt szintén ajándékba kaptam, Gergő csak úgy hívta, hogy függönybojt. Nem is értem miért, de nincs baja, úgyhogy ezt nem dobjuk ki, hanem félretesszük, csak bekapcsolom. Cserébe ez, ami itt van, ez úgy össze van gabajodva, meg egyébként is eléggé furán néz ki, úgyhogy ezt kidobom. Van itt nekünk egy, talán csokker, de ez egy, szerintem egy csokker. Féleség. Tudjátok, ez megy a nyakra. Nincs baja, úgyhogy ezt nem dobjuk ki. Na, hát ez egy elég masszív darab, a következő, és ha ki tudom bogozni, akkor megmutatom nektek. Róla van szó. Brutális. Szerintem fotózáson jól nézhet, úgyhogy nem dobom ki. Nice! Akkor itt van egy, amit szerettem. Ez volt rajtam egy jó párszor. Ez szintén egy ilyen lógós, ezüstös, bronzos színekből álló nyaklánc. Szóval ő is marad. Van itt egy szép karkötő, amit a húgomtól kaptam, és ez biztos, hogy nem dobom ki, mert talán ez egyébként lehet, hogy nem ezüst, mert egy picit ez is el van korrodálódva, de olyan szép darab, hogy ezt megtartom. Jó, és akkor itt van ez, amit szintén ajándékba kaptam egy tanítványomtól, hogy régen ugye tanítottam angolt, és szerintem szép ez a nyaklánc, úgyhogy őt nem dobom ki. És azt hiszem, a végére értünk. Nagyon hosszú lett ez a videó, még nem tudom, hogy fogom megvágni, úgyhogy végig tudjátok nézni, és érdekes is legyen. Remélem, hogy azért tetszett. Közben azt hiszem, hogy a kamerám is egy kicsit megficcent egyik oldalra, de nem számít. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, megtaláltok a szokásos csatornákon, és nem sokára ismét jelentkezem, remélem most már egy kicsit sűrűbben, mint az elmúlt időszakban. Sziasztok!